Slammerek minden nap lesznek egyébként? Innentől kezdve igen. Úgyhogy harmadik nap, május 30 szerda, 17:30, Slamcsokor a Hangvilla kávézóban. 18-tól lesz a nagy teremben a Duda Éva társult Labirintus című előadás. Ez egy egészen izgalmas történet. Csupa erő, csupa energia, szinte túladagolt emberi küzdelem és a test a testnek. Sodró lendületű kortárs tánc, tehát Duda Éva társulat Labirintus 18 órakor. Ezután kivisszük a közönséget autóbusszal az Agórára, ahol Frenák lép föl, szinte beköltözött már tavaly is, meg tavaly előtt is az Agórában lépett föl. Nem ismeretlen Frenák a fesztivál közönség előtt. Ez a Frenák agresszív hangzással kísért táncszínháza, az mindig a küzdelem színháza. Hihetetlen technikai tudás és technikai igénybevétel elképesztő táncosokkal. A darab címje Lütt, ez egy tulajdonképpen megfigyelhető a Frenák életművében, ez egy sorozatnak a része. Rendkívül izgalmas, rendkívül agresszív, nagyon mai, nagyon, nagyon az emberi testről és a nyomorult, felemelő küzdelemről szól. Az est utolsó előadása a Játékszínben lesz, 21:30-kor Sebestyén Bálint Antigone című koreográfiát láthatjuk, szintén a fiatalok számára biztosított Imre Zoltán program keretén belül. Sebestyén Bálint a Győri Balett szólistája, első önálló műve, nagyon magas előadói színvonalon, hiszen a Győri Balett táncosai adják majd elő az antik tragédiát, a színpadi jelenlét és a technikai tudás, a kortárstánc és a klasszikus balett ötvözetéből egészen magas színvonalú előadásra számít.